Sziasztok, ma már TS2-zni fogunk, és itt van velem Palesz. Csá! Na, akkor kezdjük is. A kockulást! Mi van? Jó, na, Palesz. Semmi, na, komoly vagyunk. Szerintem is. Akarsz majd te is játszani? Hát persze. Jó, akkor. Én majd útban vagyok. Most ez csak ilyen fuvar videó lesz, meg esetleg a kezdőknek elmondok egy-két dolgot. Aki ma ismer a játékot, az tudja, hogy mi, mire való, meg ilyesmi. Aki nem, annak elmondom. Maga a útinform irányítása, ha az F1-et megnyomjuk, akkor le tudjuk állítani az időt és az egérre irányítjuk az útinformot. Amúgy meg az F5-tel bejön a GPS, F6-tal a fuvarra kapcsolatos dolgok, az F7-tel a kamion állapota, és az F8 pedig az üzenetek. Ezen kívül balra index az hosszú övetű, jobbra index az U, ugye elcsapok egy autós, nagyon jó lesz. A vészvilóga az F. Jó. Hopsz, miért nem tudom. De azt is, hogy már ez frissített verzió. Hát, ez már az 1.5.2, mert eddig nekem 1.2.5 volt. Mert... nem tudom miért. Haha! És most... ez most mi volt? Nem tudom. Jó van. No comment. Palesz ilyen effektusokat benyom. Nagy szopás. Jó van. Cenzúrázd magad. Majd 12-es korikát ráteszünk. Jó van, én miattam leállapodunk. 6-osat, jó. Nem népmesét csinálunk, jó. Jó van. Ja. Hát utána biztos, hogyha fölteszünk, azt mondják, hogy mi gyökerek vagyunk. Végig próbálunk poénkodni, ezt nem meg. Hát ugye. Jaj, de mi nyomja a nap, én ezt alkottam. Le lesz ő rúgva. Hát ez csak próba videó, nem? Nem, ez már megy föl. Ja. Gondolkodj ember. Jó korszosz. Bazd. Mikor? Jó, hát. Hát ez ilyen hülyéskedős videó lesz. Ahogy lehet hallani. Nekem elő vagyok. És felhívom a figyelmet, hogy ezeken röhögni kéne. De persze nem röhögnek, szóval ez így jó. Ja, az úgy cuki lesz. Nem érzem magam biztonságban. Miért eddig abban érezted magad? Most elvileg savat szállítunk 20 tonnát. Ja. Szóval az úgy nagyon szexi. Fékezzé már? Ahol, beállítottam erős fékre, figyeld már. Jóval előtte megállt. Ja, sátú fék van. Ezt figyeld, benyomom a motorfékeznek ő komolyan, mert annyira erősre állítottam a féket, hogy az már brutál. Na eljuthetlek, Józsi. De mi a szar? Bekanyarodik öcsém. Józsi, jaj. Ja, nem is itt kell lefordulni, basszus. Jó van. Bárki ejthet ilyen hibát. Ilyen videót FIFA-ból kell csinálni, az vicces. Tényleg, szedjünk már le FIFA 08-at, emlékezz meg vissza, jó, mennyi kieskedtünk. Jó. Akkor, román arcuk ahogy Paco mondja, lesz FIFA videó is. Láááá! De nem ma. Holnap se. Ja. Majd jövő héten. Majd jövő héten talán. Hát jó, hát jövő héten lesz egy szépen, ezt majd pénteken csinálok videót. Az biztos. Hát csak 127 km kb. Nem látom a kaját. Addig nagyon faszán megyünk. És a szállat. Csak kapcsolj már vissza, basszus, látom kéne a közben a billentyűzetet. Ott a kicsi. Jó van, most keresse meg Kunkvesz fő. Jaaah! Egyben megtaláltál. Ez valamint a nagy te. Most. Szóval nem tudom mi a különbség. Azt ez a pofámban van és villató, vallató lámpa. Villató. Jó van. Jó van. Az ott mit? De azt nem értem, ha berakták ezt az új évek óta, akkor az új Volvo-t miért nem tudták berakni? Itt. Ez a furcsaság nekem. Na mindegy. Te... ja! Ez mi volt? Ó, de prón, befékeltem, figyeld majd. Sajtú fék.
És olyan szépen bevettem a kanyart, hogy az autó annyira elgyönyörködött benne, hogy benyomta a vészülőolvaját, jó van. Jó. Szexi menjen. Az biztos. Szexi stílus. De persze FIFA-s videókon majd szintén parkon fog játszani. Ezt így meg lehet jegyezni. Alap. Javazeg. Segesik. Mi jöhet még? UFO támadás! Esik az eső. Na mindjárt visszanézzük a videót azért. Na mint élőben. Mi? Nem is esik te. De esik. Mióta? Játékban is vagy kik is. Miért? Amikor jött, akkor se esett. Ez akkor? Javazeg. No. Ja, hát természetesen, ha tetszik a videó, lájkold és iratkozz fel. Oh! Hát ilyen útiszonyok mellett. Dubis grossz idiót. De a FIFA videót csinálunk elemzést is. Miért? Hát mert az utcuk jól mint, hogyha olyan lenne, mint a tévében. Jó, öcsém. Jó van, Palkó. Te már túl előre tervezel. Meg majd lesznek még GTA 4 videók. Far Cry 3, hát talán Crysis 3, meg még egy pár játék, ami pont eszembe jut. Pakokus, na. Bocs. Na ez így érdekes, ma megint ez mi. Jaj, az de szeretem, amikor például záróvonalon előznek. Ugye, és nem találtam jó aktivációs kódot, ez 1.5.2, ezért most offline-ba kell játszanom. Ha tudtok, akkor légyszi írjátok le, mert szükségem lenne rá. Hogy ne zaklasson mindig. Na most előzzek vagy ne? Jön valaki vagy nem? Inkább nem előzök már. Gyógyan megerett, úristen. Ilyen időbe kell vezetni. Már csak 54 kilométer, és a vezetési időnk is hamarosan lejár, de jó. Fantasztikus. No. Játszik ilyen, és ha játszol RTS2-n vagy érdekel, akkor jelentkezz csoportunkba, Euro Truck Simulator 2, Hungary. És Facebookon is lájkold az oldalt, Euro Truck Simulator 2, de ezeket majd kirakom a videó alá linkbe. Jaj, de nem misztese! Jó. Ja. Jó, no comment. Szerintem is. Ja, benyomom a reflektort neki, je. Menjél, Marta! Menj, mám! Te, ami mennyire kéne elvinni ezt a fuvart? Ja, vasárnap reggel 5 órára, most szombat 23 óra van és már csak 24 km alatt simán odaérünk. Amúgy egy kis extra-t berakok ebbe a videóba, most szerintem, mert ebből nem fogok külön videót csinálni, mód berakás, nagyon egyszerű,
amit letöltött egy fájlt, berakod a dokumentumok Evolutrux Mátor 2 mód mappába, és elvileg annak úgy már működni kell. Mi is játékokról videót? Mi is játékokról videót? Ja, lesznek rossz PC játékos videóink is. Mármint ahogy engedi majd időnk. Jó. Hát igen. Szóval majd megjelenési idő. Az nem tudjuk mikor. Majd úgy, hol, hol. Három év, ki volt, majd úgy, megjelenni és kiúzva. Ja. 2000. Majd úgy hónaponta próbálunk benyomni egy pár videót. Jó, nem azt hittem, hogy 2010-en valamennyi. De nem szeretnék egy ilyen nagy YouTube függő lenni, hogy most hú, naponta videó. 25 videót föltöltsek. Szerintem elég hetente egy-kettő videót fölrakni. Vagy esetleg többet, de... Vagy esetleg 12. Ne. Hát azt mondta, egy-kettő. Hát egy-kettő. Vágod, de szörökben egy-kettő. Egy-kettő, egy-húsz felett. Ja, Isten. Most itt mi lesz? Az, hogy befordulunk jobbra, azt itt vagyunk. Ah, találtam egy munka közvetítőt. Wow, wow. Amúgy szerintem a játék elején, amint lehet, föl kell venni a kölcsönt, mert végül is utána is meg lehet nagyon jól élni belőle. Én azt szoktam csinálni, hogy először föltuningolom teljesen a kamionat, minden, és akkor utána meg kezdődhet a fuvarozás, éjjel, nappal, vagy a főbe. Na ez itt most hogyan van, figyeld már! Ja, ekkora a telep! Hát azt hittem, másik utcába kell menni. Egy ilyen nagyon szép, szexi telephelyre most bejövünk ide. Azt ide oda kell lerakni, jó, akkor... Na, megérkeztünk Brunóba. Most csak ide van oldani. Kentvert. Jó. Na hát, ez egy ilyen fuvar videó volt, ahogy látszott. Mindegy, ennyit akartam mondani. Hello, stalk. Palesz. Nem akartam, hogy jó van.